Operaház fantomja. Burt Lancaster, Simon György. Teripóló, Fűr Anikó. Adam Stork, Malcsiner Péter. Ian Richardson, Kaló Flórián. Andrea Fereol, Mór Marianna. Jean-Pierre Cassel, Fülöp Zsigmond. A fantom szerepében Charles Dance, Dunai Tamás. Zene John Edison. Fényképezte Steve Jaconelli. Gaston Leroux regényéből filmre írta Arthur Cobbitt. Rendezte Tony Richardson. Sajnálom, de ez a helyzet. Kétségtelen, hogy kitűnő munkát végzett. Most közöltem vele a hírt. Monsieur Carrier, mi történt? Épp most bocsátottak el. Ó, Monsieur Carrier, Monsieur, ez szörnyű. Mi lesz velünk magának? Arra, forduljon be a saroknál. Pardon, Monsieur. Beszélhetnék egy bizonyos Monsieur Gérard Carrierrel? Úgy tudom, ő itt az igazgató. De Sanyi gróf küldött, azt mondta, Monsieur Carrier elintézni, hogy énekórákat vegyek. Őt épp most bocsájtották el. Hol szedhette össze? A gróf úr új üdvöskéje. Kicsikém, elárulnád, hol talált rád Dösányi gróf? Hát, egy falusi vásárban. Ez egy új románc. Azt hiszem, a kastélyába tartott. És szépnek találta a lábadat. Nem, meghallotta, ahogy énekeltem. Ó, szóval megtetszett neki a hangod. Igen. És megkérdezte, akarsz-e órákat venni? Mind ismeri két.
de még mennyire. Ajaj. Azelőtt sosem találkoztál a gróffal? De, vagyis dehogy. Igen, így van. Meg sose láttam. Maga meg mire vár? Madam, az egyik színpadsegéd figyelmeztetett, hogy ne menjek oda. Szóval maga a színpadsegédre hallgat. Talán egyáltalán nem akar nekem dolgozni a továbbiakban. Nem, én akarok, csak szóval nézek körül odalent. Mindenről tudni akarok, ami odalent van. Régi elmezek, díszletek. Igen. Pontosan akarom tudni, igen, mi minden maradt ránk. Igen. Az új igazgató talán segít magának, de nem ígérhetek semmit. Igazság szerint, barátaim, ideje, hogy eltávozzam. Túl hosszú ideje voltam itt. Mostanra már egész Párizs tudja, hogy az operának új vezetése, és egyben új igazgatója van, akit szeretnék önöknek bemutatni. Jól befúrta magát. Hát persze. Monsieur Alain Colletti. Valamint Carlotta. Valamint bájos és tehetséges ítvese Carlotta. E pillanatot örökre a szívünkbe zárjuk. Ez a fantom! Fantom. Mi történik itt? Elmondom az irodámban. Illetve az én irodámban. Természetesen, bocsásson meg. Ki az a Joseph Bouquet? A feleségem öltöztetője. Elküldte Bouquet, hogy körülnézzen odalent. Valami olyasmit találhatott, amire nem számított. Joseph Bouquet megszegte a szabályokat. Miféle szabályokat? Nos, tudja, ebben az operaházban egy fantom lakozik. Ő alkotott bizonyos szabályokat, amiket be kell tartani. Ha betartják, minden rendben van. Joseph Bouquet nyilván nem ismerte a szabályokat. Hogyan? Elég, ha annyit tud, hogy oda senki sem mehet le. Ha ezt viccnek szánta, akkor elég gyatra volt. Biztosíthatom, hogy nem vicceltem. A fantom ugyanolyan régen van itt, mint én. Mindenhová bejut. Átmegy az ajtókon, áthatol a falakon. Olykor igen félelmetes tud lenni, de betartottuk a szabályokat, és így minden rendben ment.
Azt rebesgetik, hogy mélyen az operaház alatt húzódó lagúna bejáratánál él. A párizsi kommun idején kínzókamrák voltak odalent. Az az ő területe, a birodalma, a lakhelye. És bárki, aki lemerészkedik, sosem tér vissza. Saját magát az operaház fantomjának hívja. Carrier, én magának egyetlen szavát sem hiszem el. Ez az egész! Ezeket a trükköket maga találta ki, hogy bosszút álljon rajtam és a feleségemmel, mert kirúgtuk innen! Nem hiszek a kísértetekben! Mi folyik itt? Meghalt. Válasz a kérdésed. Erik. Igen. Meghalt. Figyelmeztettem őket. Ez a férfi odament, ahová nem kellett volna, nem volt választásom. Igenis volt, elengedhetted volna. Aztán visszajön és egy szempillantás alatt utána verednek. Felfedezte, hogy hol élek. Talán az arcomat is meglátta. Úristen! Miért hagytad, hogy lejöjjön? Nem tudtam, hogy le akar jönni. Pedig az a dolgod, hogy tudd. Már nincs dolgom. Elbocsájtott. Elbocsájtottak? Ezért történhetett mindez. Ma közölték velem. Úgy látszik, a meglepetések napja ez a mai. Most mit tegyek? Nem tudom. Ez a férfi, aki a helyedbe lép, hisz a kísértetekben? Nem hiszem. Hát akkor meg kell győznünk az ellenkezőjéről. Nem lesz könnyű. De ha nem sikerül, mindnyájan utána merednek. Ettől tartottam. Talán nem. Elvégre nem tudják, hogy Joseph Bouquet halott. De előbb-utóbb észreveszik, hogy el... Én elrendezem a dolgot. Hogyan? Ez bíz csak rám. Igen, hirtelen minden megváltozott, ugye? Tudod jól, hogy már nem sokáig maradhattam volna igazgató. De én abban reménykedtem, hogy majd kijelölöd az utódodat. Én is. Úristen! Itt tényleg kísértetek járnak. Mi ez? Nos, anélkül, hogy látnám, bizton állítom, hogy ez Carlotta. Ki? Az új csillag. De nem tud énekelni. Hát ezt ő nyilvánvalóan nem tudja. Akkor valaki mondja meg neki. Ő az új igazgató felesége. Te jó ég. Ez azt jelenti, hogy állandóan nyivákolni fog. Ilyen szörnyű szenvedésnek teszel ki engem? Erik, mi a javaslatod, mit tegyünk? Én tudom, hogy mit kell tennem. Megölöm mindkettőjüket. Ó, ugyan már. Ugrattalak, elég lesz, ha csak az asszonyt ölöm meg. Erik! Hová lett a híres humorérzéked? Az enyém. Igazad van, sajnálom. Csak nem vagyok hozzászokva az emberöléshez, kissé felkavart. Biztos, hogy ez a perszóna állítja össze az évadot is. Úgy látom, hogy mindent a kezébe akar kaparintani. Hát... akkor nincs mit tenni, veled megyek. Te! Nem lehet, ugye? Olykor megfeledkezem róla, hogy nem élhetek csak egy komorból tívek alatt. Megfosztva a fénytől. Mint a sötétség maga. Mert a sötétség én vagyok, nem de? Hol vannak az aranysátraim? Merre jár örvendező báránykáim?
Adjon Emil leánynak énekórákat. Dösányi gróf küldte a lányt. És ki az a Dösányi gróf? Az egyik legtehetősebb támogató. Oh. Énekórát. Adja ezt át Madame Carlottán. Igenis. Ó, drágám, én egyetlenem. Ez az elragadó lányka énekórákat szeretne venni. Mit tehetünk érte? Semmit. Szerinted ez a lány tud énekelni? Nézd, ahogy ácsorog. Nézd a ruháját. Hol nőttél fel, tanyám? Valahogy úgy, madám. Az opera világának semmi köze a tanyasi élethez. Miért kérsz ilyet tőlem? Mert befolyásos támogatója van. Aha. Az egyetlen módja, hogy megtanulj énekelni, figyeld az énekeseket. Kedvesem, szívességet teszek neked, megengedem, hogy nekem dolgozz. A jelmeztárban. Ő veszi át Joseph Bouquet helyét, mint öltöztető. Hogyan? Bouquet felmondott. Felmondott? Elégedetlen volt a munka körülményekkel. Hallottak már ilyet? Mindazok után, amit érte tettem, lesz még hozzá egy-két szavam. Köszönöm, monsieur. Semmiség. Hol szállt meg? Sehol. Nincs pénzem. Szabálytalan, amit most teszek. El ne árulja senkinek. Itt maradhat, amíg lesz pénze másra. De az operaházban éjszaka ne járkáljon. A saját érdekében mondom, hatalmas ez az épület. Eltévedhetben. Köszönöm. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Legyen óvatos.
Sajtosemjét! Sajtosemjét vegyenek! Tessék, tessék, vigyék! Tessék, tessék! Ez a magáé! Fogja meg! Úgy, tessék, madám! Tessék, tessék! Köszönöm szépen! Köszönöm, madám! Friss sajtot! Friss zöldséget vegyenek! Tessék, tessék! Tessék ide fáradni! Jó reggelt, John! Jó reggelt! Ó, köszönöm. Nagyon szíves. Mit reggelizik ma? Ó, sajtot. Mit kell csinálnom? Van, hogy itt hagyják a jelmezeiket. Vagy amúgy, a név bele van hímezve a hátába. Megfogod a jelmezeket óvatosan, és belerakod ebbe a kosárba. A jelmez olyan, mint az ember. Óvatosan kell bánni vele. Gyere hozzátok! Siessetek a jelmezzel. Vigyázzatok a tisztelt alatt. Erre viszont, erre. Ez egy kicsit. Vigyázz, ez így jó. Engedd le a másikat is fölülről. Engedd le! Ez jó. Drágám, mondd meg az igazat. Hogy nézek ki? Akár a tavasz. Nem? Szebb vagy, olyan, mint a zsenge tavasz. Mint az az üdeség, ami még nem egészen tavaszi. Mint az az idő, amikor épp, hogy tavaszodik, tél végén. Nem, tél, mint a tavasz. Mint a kirobbanó tavasz. Sose hazudnál nekem, ugye? Oh, for it is made. Mit próbálnak? Bruno Faustját. Egy csúnya öreg emberről szól, aki eladja a lelkét az ördögnek. Miért? Mit gondolsz, miért? Egy asszony szerelméért. Aha, üdv, Pierre! Ki ez a kicsike? Nem! Ez méreg, nem leves. Azért issza meg, hogy öngyilkos legyen. Nem azért, mert finom. Mert el van keseredve. Boldogtalan. A lálálától újra. Honnan? A lálálától! Azt hiszem, Mephisto belépőjére gondol. Három, és... Me voici. D'où vient ta surprise? Ne suis-je pas mise à ta guise? L'épée au côté, la plume au chapeau, l'escarcelle pleine, un riche manteau sur l'épaule. En somme, un vrai gentilhomme. Margit, az asszony, akire Faust vágyik. Úgy tudtam, ez Carlotta szerepe.
Persze. Csak hogy ő azt hiszi, neki nem kell próbálni. Jó éjszakát! Jó ét! Kérem, ne ijedjen meg. Barátja és nagy tisztelője vagyok. Ne, kérem. Örülnék, ha pontosan ott maradna, ahol van. Mademoiselle, tegnap éjjel hallottam énekelni. Tudom, hogy ön azt hitte, egyedül van. De nem így volt. Elbűvölő a hangja. Akár az angyaloké. Tökéletes. A hangja és a külseje is. Szinte minden kicsi részletében. Kivéve, hogy... És bocsásson meg érte. Nyilvánvalóan képzetlen. Nos, enélkül, bár... A hangja így is gyönyörű. Soha sem juthat olyan magasságokba, ahová rendeltetett. Ezért, ha megengedi, segítek önnek. Én magam is olyan zenész vagyok. Ne, kérem, egyetlen feltétel van, amelyet be kell tartania. Soha sem vállaltam tanítványokat. Tegnap estéig nem is akartam. És ha mások is megtudnák, hogy órákat adok, nem lenne nyugtom tőlük. Ezért hát nyomatékosan kérem, ha megengedi, hogy útmutatást adjak, és ebben őszintén reménykedem, sose kérdezze a nevemet. Az állarcot is emiatt viselem. Nem kell azonnal válaszolnia. Még felkeresem. Jó éjszakát! Kitűnő opera egyetértek a műsorra tűzésével, ahhoz viszont nem járulok hozzá, hogy a felesége szerepeljen benne. Nem járul hozzá, hogy az én Carlottám énekeljen benne. Ezzel debütálna Párizsban, ez lenne a karrierjének a legfontosabb állomása, és az operaház fantomjahez nem járul hozzá? Monsieur, ez csak egy levélke. Egy kísérdettől. Mióta tudnak írni a kísérletek? Így megy egy álló hónapja. Minden nap sértege, követelőzik. Ezt hallgassa meg, tessék. Az ötös páholyt fenntartom a magam számára minden egyes előadásra. Aláírás az operaház fantomja. Úgy tájékoztattak, hogy az előző igazgató fenntartotta neki az ötös páholyt. Úgy, hát én nem kívánom kivételes elbánásban részesíteni. Az én operaházamban soha! Vajon mi
Mitől olyan jó a kedve? Hát több mint egy hónapja itt van, de csak dúdolgat. Az viszont egyre jobban csinálja. Az idegeire megy. Drágám, nincs ired a grófról? Mert te elhallgatod. Krisztin! Találtam egy kedves családot, akinél ellakhatva. Nincs messze és nem kerül semmibe. Köszönöm, Jean-Claude, nagyon jól érzem itt. Nem engedheted meg, hogy bent lakjon bárki is? Jean-Claude, engedd meg neki. Kérlek. Az én kedvemért. Csokor az úrtól, madam. Kérem, várjanak egy percet. Mi a baj? Az biztos páholy. Akkor nyissa ki. Azt mondtam, nyissa ki. Én parancsolok itt. Nem egy kísértet. Hölgyeim, uraim. Színpadra! Hová tűnt a parókám? A parókám! Ó, hála Istennek! Oh,
sera, avvichi alzar si attenta, presso all'ora del Dio. A chi presume di tal risponsi alla credente norma? Di Roma pretore il fatto arcano fino di pizzi. Megtaláltuk a madám paróka készítőjét. Megöletem. És a parókámban lévő tetvek fogják felzabálni. Nem ő tehet róla. Nem tehet róla? Valaki bezárta a jelmeztárba. Hol van Lödő felügyelő? Menjen, kerítse elő. Nem mondhatja, hogy nem figyelmeztette. Viszont? Mit gondol? Minél hamarabb eltűnnek innen, annál kevesebb megpróbáltatásban lesz részük. Bocsássák meg, hogy nem időzöm egy kis csevegésre, de dolgom van. Úristen, ki volt ez? Krisztin. Maestro. Elkezdhetjük az órát. Igen. Látta, mi történt Carlottával? Nem. Mi? A bemutatkozása botrányba fulladt. Ó, milyen kár. Hallottál? Igen, a falon keresztül. És azt mondta, én vagyok a fantom? Nem, nem, nem ezekkel a szavakkal. Monsieur, el van keseredve, nem csodálkozol. Nem túl jók a kritikák. Mégis elárulom önnek, hogy én, aki nem értek az operához, sosem gondoltam volna, hogy ennyire szórakoztató. Én mondom magának, Lödő, ez a fantom műve volt. És csak azért tette, hogy az őrületbe kergessen bennünket. Nem elég tiszta a magas regiszter. De az lesz. Olyan jól halad. Már most szebb a hangja, mint a társulat többségének. Az lehetetlen. Ó, dehogy. És nem sokára. Hamarabb, mint gondolná, nem csak itt fog énekelni, hanem a színpadon. Olyan ez, mint egy álom. Csak hogy ez valóság. Néha az álmok valóra válnak. Az istenek mosolyogtak, amikor megálmodták, drága Krisztin. Mert ön maga a zene. Istenem, bár csak élne az édesapám. Muzsikus volt? Kitűnő muzsikus. Nem lep meg. Hegedült. Ő hegedült, én meg énekeltem. Egyszer ide is elhozott.
kislánykoromban. Arról álmodott, hogy egy napon itt fogok énekelni. Előre látta a jövőt. Szeretném, ha így lenne. Efelől semmi kétségem. Ismeri Dösanyi grófot? Miért kérdezi? Ő mondta, hogy jöjjek ide. Egy falusi vásárban hallott énekelni. Ő nem méltó magához. Miért? Kérem. Azért, mert alantas szándékból jár operába. Inkább a szép nők miatt, mint sem a szép zene kedvéért. Sajnálom. Megbántottam. Ilyet nem tennék soha. Ha ez a lény valóban létezik, feltehetően itt lent él, a legmélyebb szinten. Azt mondják, van ott egy laguna, ami a Párizs alatti folyórendszer része. Ez az ő birodalma. És aki oda lemerészkedik, nem tér vissza. Legalábbis így beszélik. Akkor mit keres ide fenn? Feljön, mert imádja az operát. És hogy néz ki? Őszintén szólva nem találkoztam emberrel, aki látta volna. De úgy hírlik, hogy állarcot visel. És az a szerencsétlen, aki mégis látná az arcát, halálfia. Oh. Azt akarom, hogy elkapják. Drágám. Teltház van. A gonosz kritikák nem értek célt. God
drága. Szegény, drága kicsikém. No. Tudjuk, hogyan tették. Ragasztó. A konyakot azonnal. Igen. Már is hozom egyetlenem. Joseph Bouquet. Hát, hol? Uram, én attól tartok, hogy újabb kísértetet lát. Azt akarja, hogy lemondjak. Ki? A fantom. Ő akar itt parancsolni. Hát, én nem mondok le. Mit óhajt tenni, felügyelő? Hogy? Én megmondom, hogy mit fog tenni. Összeszedi a legjobb embereit, és lemegy, hogy elkapja a fantomot még ma este. Monsieur, szerény véleményem szerint... Befolyásos barátaim vannak, Ledó. Ugye érti, hogy mire gondolok? Rosszul csináltam valamit. Nincs megelégedve a hangommal. Megelégedve? Ha, gyermekkorom óta a maga hangjával álmodom. Már nincs mit tanulnia. Készen áll. De mire? Hogy meghallgassa a társulat. Ah, már nincsenek meghallgatások. A magáé nem szokványos meghallgatás lesz. Madame Carlotta túlságosan féltékeny lenne a hangjára. Ne aggódjon, tudom, mit csinálok, csak legyen türelemmel. Maestro, egy valamiről még sosem beszélt nekem. Hol lakik? Ha énekel, a mennyekben járok, és ha hallgat, oda lenn a mélyben. Hogyan fogom önnek vala is meghálálni? Bonjour, Jean-Claude. Gróf úr. Hetek óta hiányoltuk. Tudom, távol tartott a sok teendő, de rájöttem, hogy mindennél fontosabb ide visszajönnöm. Most, Jean-Claude, kérem, válaszoljon igennel. Van itt mostanság egy Christine nevű lány. Christine. Ne vicceljen. Igen, figyelemre méltó. Lehet, hogy a gróf úr szerelmes. Szerelmes? Miért lennék szerelmes, hiszen alig ismerem. Így szokott ez lenni. Valóban? Mindjárt abba bízunk, hogy velünk nem esik meg. Ahogy mondja, nincsen meg tőle az Isten. Úgy bizony. A jó hírnevemről nem is beszélve, tönkre menne. Megértem. Tehát hol van? Oda bent. Amíg távol voltam, azon törtem a fejem, mi van akkor, ha nem hisz nekem? Ha egyáltalán el sem jön az operába. Bekerült már a kórusba? A kórusba? Azért küldtem ide, hogy énekórákat vegyen. Tudja, bámulatosan szép hangja. Krisztint a jelmeztárba helyezték. A jelmeztárba? Monsieur Carriert kirúgták. Új igazgatónk van. Itt már semmi sem a régi. Uh-huh. És jól érzi magát? Miért is ne? Nem tetszik ez nekem. Ugyan, minden rendben van. Jaj, Istenem, Istenem! Jaj, végre, hogy megyen! Hát, ilyet állatom, hogy megyen! Újra kérdezik! Jaj,
Szóval itt van. De miért? Esküszöm, én egyáltalán nem így képzeltem a dolgot. Semmi baj, monsieur, megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Nem! Magának énekórákat kellene vennie. Ezt ígértem önnek. Csodálatos a hangja. Én értek hozzá, tudja... Én gyakran járok ide az operába. Lesz a bistróban ma este? Még jobbat mondok, amiért annyira örülök, hogy mindnyájukat újra láthatom. Ma este estét adok, az egész társulat a vendége. Tehát a bisztróban. Eljönne ön is? Mint a legkedvesebb vendégem. A bisztró az, amire vártunk. Mindenki énekel a bisztróban, ez a szokás, ezért imád odajárni a társulat. És ezúttal énekelni fog ön is. Ők pedig hallgatják. És akkor Carlotta nem mondhat nemet. Egy pillanat. Ezt fogja viselni. Un fiacre à l'être pinant, quinquaudia à plat, un fiacre à l'être pinant, jaune avec un cachet blanc. Derrière les stars fêtées, quinquaudia à plat, derrière les stars fêtées, on entend des bébés. Puis une voix du vent, Léon, quinquaudia à plat, puis une voix du vent, Léon. A grófunk zavarodottnak tűnik. Soha sem láttam még ilyennek. Igazán nincs miért aggódnia. Én hiszek önben. Minden kitűnően fog menni. Philip! Gerard, drága barátom! A lány, akit feltétlenül meg kell hallgatnom. Melyik lenne az? Jöjjön, igyünk valamit. Köszönöm, hogy nem felejtette. Magát elfelejteni, Gerard. Méltánytalan az, ami magával történt. Őszintén szólva szerintem is. De már évekkel ezelőtt vissza kellett volna vonulnom. De mondja csak, mi van ebben a lányban, aki iránt szemlátomás nagyon érdekel? Olyan csodálatos hangja van, amilyet még nem hallottam életemben. Úgy, mint mindegyiknek, akit eddig hozzám küldött. Nem, ő egészen más. Hát persze. A különbségre. Bocsásson meg, sietek, amennyire csak tudok. Ne izguljon. Még sohasem láttam ilyen tökélyt. Jó estét, madám. Most néztem meg a könyvelést. A Faust teltházas. Micsoda? Úgy döntöttünk, hogy műsorra tűzzük a Faustot. Velem? Igen. Azt hiszem, már említettem neked. Ön miatt telt házas? Megmondtam, hogy többé nem éneklem el, és komolyan gondoltam. A Faustot nem, más sem, amíg ezt az állarcos ördögöt meg nem ölik. Drágám, hisz nem ártott neked már több, mint egy hónapja. Oh, mert nem is énekeltem már több, mint egy hónapja.
és ez a bevételenek is látszik. Carlotta, a közönség türelmetlenül vár, édesem. Na persze türelmetlen. Nem, nincs igazad. Mielőtt a madám idejött, egyre unalmasabbá vált a párizsi operaház. És miért? Túlságosan komoly volt. Pontosan. Drága. Te megmutattad Párizsnak, hogy másmilyen is lehet az opera. Én nem vagyok pajáca! Madám Carlotta, szívességet szeretnék kérni őt. És ki az a fiatal lány? Az unokahúgom. Valóban? Egy szóval, könnyelműen azt ígértem neki, hogy énekórákat vehet. Mit tehetek én? Nos, órákat adhatna neki. Én? Tud jobbat? Hozzáteszem, hogy ha vállalja, szívesen fedezném a társulat költségeinek a hiányát, mondjuk, az elkövetkező 3 évben. Oh, nos, végtelen örömömre szolgálna, ha taníthatnám. Nagy kő esett le a szívemről. Mikor láthatom? Nos, remélem ma este. Megígérte, hogy eljön, de... Nagyon szégyenlős. Túlságosan is. Az unokahúgok ilyenek. Megérkezett. Kriszti. Tessék. Erre parancsolja. Oda néz, ez nem Christine? De igen, ő az. Nézd csak, ki jött meg. Látom. Azt mondta az unokahúga. Az unokahúga? Épp most ígértem meg, hogy énekórákat adok neki. Hosszom meg ettől az örömtől. Na, egy már. Szóri, fúri, a tóter.
Joaquin, je fus ravi. Oh, j'aime quand j'ai le destin. Je donnerai toute ma vie pour voir vous serrer la main. Je donnerai toute ma vie. Nincs szüksége ének órákra. Le fogom szerződtetni. De csak is a kórusban. Nagy hasznot hozhat nekünk. Ugye, hogy csodálatos? A csodálatos távolról sem fejezi ki a hangszépségét. Gérard Carrière vagyok. Az operaház volt igazgatója. Ó, hát persze. És meg kell mondanom, mademoiselle, csak a hangja ejtett bámulatba, hanem emlékeztet valakire, akit volt szerencsém ismerni sok évvel ezelőtt. Belladova. Nem hiszem, hogy hallotta ezt a nevet. Nem. Nos, nem számít. Menjen és élvezze a sikerét. Gérard! Nem most. Később. Beszélnem kellene. Kérek. Láttam valakit odakint. Nézzük meg. Nincs ott senki. Bizonyára tévedtem.
van Krisztin? Krisztin? Igen, Krisztin. Krisztin? Papagáj volt a maga anyja. Papagáj. Szereti a munkáját? Igen, nagyon is. Akkor azt ajánlom, azonnal mondja meg, hol van a szobája, különben kirárugra! Még nem jött vissza. Igazán? Ha visszajön, tudassa, fent leszek az öltözőmben. Hagynád végre a járkálást. Nem, amíg ki nem derítem, hol tanult meg így énekelni. Ős tehetség és kész. Ez nem beleszületett tehetség. Valaki énekelni tanította. Hogyan? Nincs ebben, aki csak úgy belkántót énekel. Isten akarata ellen való volna. Miért motoszkál a fejemben, hogy mi már találkoztunk? Ezt éreztem akkor is, amikor megláttam abban a farusi básárban. Sőt, azt hiszem, a hangját is felismertem. Álmodnék csupán. Az álom valóra vált. Nem emlékszik egy kislányra a konyhában? Thank you.
gyere be! Minden éjszaka eszembe jutottál gyermekkorom óta. Hiányoztál, Krisztin. Mennem kell. Krisztin! Kérlek! Krisztin! Kérlek, várj még! Filip! Jöttünk ide. Mert ide kellett jönni. Egy másik férfi miatt? Nem úgy, ahogy te gondolod. Dősanyi gróf. Oh, madame, ne jegyem meg. Csak látni kívántam. Olyan fantasztikus volt ma este. Köszönöm. Olyan fantasztikus, hogy nem tudtam elaludni. Maga járt az eszemben. Szóval ez az a hely, ahol lakik? Igen, de csak ideiglenesen. Jaj, drágám. Egy dolgot azonban nem egészen értek. Igen? Hol tanult meg ilyen csodásan énekelni? Mert ez a fajta éneklési technika nem alakul ki csak úgy. Szóval ki az énektanára? Nem árulhatom el. Nem árulhatja el. Szavamat adtam. Kinek? A tanárának? Értem. Azt mondta, ne áruld el Carlottának, hogy ki vagyok.
Azt kérte, hogy senkinek se áruljam el. Én egy senki vagyok? Kérem, madame. Szóval így hálálja meg a jóságomat. Megengedem, hogy ezen a csodálatos helyen lakjon. A szabályzat ellenére is ingyen. Jól van. Bármi gondolhat rólam, csak azt nem, hogy hálátlan vagyok. Remélem is. De meg kell ígérni, hogy senki másnak nem mondja el. Ó, a szavamat adom rá. Az az igazság, hogy magam sem tudom a nevét. A maestro nekem sem mondta meg. Hát akkor, hogy néz ki? Nem tudom. Nem tudja. Rá sem láttam az arcát. Drágám, attól tartok, ezt nem értem. Álarcot visel. Álarcot? Tudom, hogy ki a tanára! Na! Krisztin! Maestro! Nem! Az igazgató vagyok! Bocsásson meg! Tudom, későre jár, de nagyon izgalmas tervem van magával. Hadd nem árulja el a feleségemnek. Neki adtad Margit szerepét? A Faustba? Igen. Te azt mondtad, nem énekled el. De nem úgy gondoltam, hogy neki adod. Kitűnő énekesnő. Üzleti szempontból is jó. De hát az öltöztetőm. Pontosan. El tudod képzelni, milyen jót tesz majd a népszerűségünknek? Állandóan ez jár az eszemben. Kérlek, ne! Drágám, más okom is van, hogy szerepeltessem. Ne kérdezz többet! Mit akar öntől? Hogy elénekeljen Margit szerepét a Faustból. Mikor kérte fel? A bisztróban. Miután elénekeltem a dalt. Ó, mekkora győzelem volt. Vissza akartam jönni azonnal, hogy elmeséljem. De Carlotta szóval ragaszkodott hozzá, hogy vele ünnepeljek, és hát ezért maradtam olyan sokáig. Nos, ez valóban csodás fordulat. Sok munka vár még ránk. Bocsásson meg. Az imént hazudtam magának. Monsieur Coletti, ő kért fel tegnap este. Nem Carlottával voltam a bisztró után, hanem a gróffal. Nem kellett volna hazudnom, én nem is értem, miért tettem. Talán, mert azt hittem, hogy el lesz keseredve, és nem akartam megbántani, mert ezt az egészet magának köszönhetem. Jó napot, uram! Ledoux felügyelőre vezettem. Kövessen! Üdvözlöm. Felügyelő úr, mindent előkészítettem. A lány hangjával csalogatjuk ki. Ezúttal sikerülni fog. Elkapjuk. Ha
Tessék. Filip. A valóság, ami velem történt. Hát persze, hogy az. Én mindig mondtam neked, hogy csodálatos vagy. Sok sikert akartam kívánni. Ó, köszönöm. Alig hiszem el, hogy mindez valóság. Ó, pedig az. De még mennyire? Ön olyan jóságos volt hozzám. Ugyan már. Az opera az életem. És magának, drágám, olyan a hangja, amilyet soha életemben nem hallottam. Mi az? Ó, csak egy egyszerű kis italfüvegből. A legtöbb opera énekes ezt használja fellépés előtt. Erősíti a hangszálakat. Én is izgulok egy kicsit. A ma esti szereplése az én hírnevemnek sem közömbös. Kérem. Bocsásson meg, nem akartam felizgatni. Kitűnően fog szerepelni. Jaj, annyira izgulok magáért. Enélkül talán meg sem tudnék szólalni. Öt perc múlva színpadra. Esetleg kaphatni belőle én is. Minek? Ideges? Igen, nagyon. Na jó. Bizonyosan jót tesz majd magának. La jeunesse t'appelle. Nem tudom, hogy fönt van-e már, olykor a függöny mögé rejtőzik. Türelem! Permettrez-vous pas, ma
Hogy nem fog sikerülni. Good.